Belgrádba látogatott a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor Mirko Cvetkovics kormányfővel, majd Boris Tadic államfővel folytatott megbeszéléseket zárt ajtók mögött. Az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Magyarország miniszterelnöke Szerbia európai integrációjáról, gazdasági kérdésekről és a nemzeti kisebbségek helyzetéről tárgyalt. A szerb miniszterelnökkel folytatott megbeszélést követő sajtótájékoztatón Orbán Viktor arról beszélt, hogy a további bővítés szempontjából kedvezőtlen szelek fújnak az EU-ban, Magyarország ugyanakkor támogatja Szerbia integrációját. Úgy gondolom, hogy az önök nemzete egy nagyon fontos időszak előtt áll. Végül is Magyarország és Görögország között egy enklávé húzódik. Egy olyan enklávé, amelyel valamit kezdenie kell az Európai Uniónak. És az önök döntése, ha jól értem, az, hogy önök nem az enklávéhoz, hanem az Európai Unióhoz kívánnak tartozni. Mi szolidárisak vagyunk önökkel. Ennek számos lelki oka, közös történelmi múlt adja a hátterét, illetve van. De Magyarországnak is, meg az Uniónak is az érdeke, hogy önök minél hamarabb az Európai Unió tagjává váljon. És hogyha önök ezt eldöntötték, mármint ez a szándékuk, akkor mi ebben természetesen támogatjuk önök. Nem szeretném eltitkolni azt sem, hogy a további bővítés szempontjából kedvezőtlen szelek fújnak az Európai Unióban. A legutóbbi időszak pénzügyi válságai meggyötörték az Európai Uniós gazdaságokat. Jóval óvatosabbak, mint korábban voltak. Nekünk még aránylag könnyű volt bekerülni. A horvátoknak már nagyon nehéz, és hogy nézem a várható gazdasági fejleményeket, önöknek sem lesz könnyű. Nem kétséges, hogy az önök nemzetének komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogyha ezt a döntését szeretné teljesülésbe vinni. Én már a múltkor is elmondhattam önöknek, hogy mi nem a kerítésekben, hanem a jó szomszédságban bízunk. Úgyhogy mi nem szeretnénk úgy tartozni az Európai Unióhoz, hogy közben a szomszédjaink meg nem oda tartoznak. Tiszta lapokkal játszunk, Magyarországnak is érdeke, hogy Szerbia minél hamarabb csatlakozzon, és ami tőlünk telik, illetve amire önöknek igénye van, mi szívesen állunk rendelkezésre és segítünk is ebben a folyamatban. U vezi s evropskim integracijama, ja sam izložio naše stavove i želju da do kraja ove kalendarske godine dobijemo status kandidata, isto tako termin za početak pregovora, uz naravno našu nameru da izvršimo sve one potrebne reforme koje smo preuzeli akcionim planom. Od ono što radimo, isto tako Mađarska u punoj meri podržava evropske integracije Srbije. Također, razgovarali smo i o tekućem dijalogu koji se obavlja sa Prištinom i tom prilikom izneli smo stavove, odnosno ja sam izneo detalje oko tih razgovora, prevashodno sa željom da se reše pitanja koja su na stolu i uz očekivanje da će do prvih pozitivnih efekata tih razgovora doći u neposredno periodu koji sledi. A gazdasági együttműködést illetően a magyar miniszterelnök azt mondta, vannak pozitív előrelépések, de a lehetőségeket a két fél nem használja ki teljes mértékben. Szerintem az nagy luxus, hogy a két ország gazdasági lehetőségeit, az együttműködésben rejlő lehetőséget nem használjuk ki. És hogy mi érdekeltek vagyunk abban, hogy megtaláljuk az útját és módját annak, hogy Szerbia és Magyarország gazdaságilag minél jobban együtt tudjon működni. És bár történtek pozitív dolgok az elmúlt időszakban, de ez messze nem elég. Ez messze a potenciál mögött marad. Magyarország nem olyan gazdag ország, hogy megengedhesse magának, hogy egy ilyen jó lehetőségről lemondja, és azt hiszem, hogy Szerbia is jobban jár, ha kihasználja ezt a lehetőséget. De a razgovora bio je posvećen ekonomskim pitanjima. Zajedno smo konstatovali da naši bilateralni politički odnosi prevazilaze nivo ekonomskih odnosa i da je potrebno dati pozitivan signal privrednicima kako bi se i ekonomski odnosi podigli na viši nivo, bilo da se radi o ulaganjima iz jedne zemlje u drugu ili u trgovinskoj razmeni, imajući u vidu da smo mi zemlje koje su upućene jedna na drugu i susedi. U okviru toga spomenuli smo i završetak Dunavske strategije u kojoj participira i Mađarska, će participirati i Mađarska i Srbija i koja će imati značajan čija realizacija će imati značajne ekonomske efekte. A nemzeti kisebbségek helyzetéről szólva a klasszikus híd, azaz összekötő szerepet hangsúlyozták a politikusok. Konstatovali smo da su manjine u jednoj zemlji, dakle mađarska manjina kod nas i srpska manjina u Mađarskoj, predstavljaju zaista most saradnje i pokazuju jako dobar primjer kako se na osnovu manjine
odnosno postojanja manjina upravo poboljšaju bilateralni odnosi, a ne dolazi do njihovog narušavanja. Megköszöntöm a miniszterelnök úrnak, hogy korrekt módon bánnak a magyar kisebbséggel. Megköszöntöm a miniszterelnök úrnak, hogy a fölálló nemzeti tanácsok számára a működésükhöz szükséges teret, intézményi autonómiát biztosítják. És ígéretet tettem arra, hogy a Magyarországon élő szerb kisebbség parlamenti képviseletének kérdését az év végéig megoldjuk. Újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta, Magyarország semmilyen módon nem kíván beleavatkozni abba, hogy Szerbia hogyan rendezi a koszovói kérdést, amelyet nyugvópontra kell juttatni. Szintén újságírói kérdés kapcsán Magyarország gazdasági helyzetéről is beszélt, a szerb kormányfő pedig elmondta, a dinár euróhoz viszonyított értékének komoly ingadozása kapcsán a kormány nem kíván beleavatkozni az árfolyam alakulásba. Kretanje kursa dinara od početka godine do danas, znači za ovih 5-6 mjeseci, je pokazalo svu kompleksnost ovog problema i sve interese koje iza određenog kursa postoje. U jednom trenutku dinar je gubio vrednost, kurs je otišao znatno iznad 100 i onda ste imali prilike da vidite da su headline-ovi na televizijama i u novinama bili kako istorijski najniža vrednost dinara, katastrofa i tako dalje. Dakle, postojale su određene interesne grupe kojima taj odnos dinara nije odgovarao. Nakon toga imali ste suprotne kretanje da je dinar čak pao ispod 100 i tada su se također pojavili natpisi da je to jako negativno za ekonomiju i tako dalje. Dakle, postoji odgovarajući interesi i za i protiv ovakvog kretanja. Kako jedni, tako i drugi interesi u osnovi se prelamaju preko tržišta i zbog toga Vlada Republike Srbije smatra da je najpovoljniji onaj kurs koji je tržišno određen. Zbog toga ja nemam nikakav poseban komentar vezano za kretanje dinara na osnovu tržišnih snaga, ali želim da kažem da mi je drago da je došlo do smanjenja repo stope i da smirivanje inflacije koje će u narednom periodu dovesti do veće makroekonomske stabilnosti u zemlji. Magyarország ebben a pillanatban az államadósság csökkentésén dolgozik. Nekem az a véleményem, hogy az adósság megöli az országokat a jövőben, és a eladósodottnak lenni az a szabadság elvesztését is jelenti. Az én fölfogásom szerint egy ország kétfajta módon tudja elveszteni a függetlenségét, vagy karddal veszik el tőle, vagy adóssá teszik. És Magyarország ma a feje búbjáig úszik az adósságban. Úgyhogy Magyarországon mi egy háborút hirdettünk az adósság ellen. Mi nem egy problémának látjuk az adósságot, szabályos háborút vívunk vele szemben. A probléma az olyan, hogy az ember vagy megoldja, vagy nem. Az ellenség meg olyan, hogy ha az ember nem győzi le, akkor ő győz le bennünket. Itt a magyar fölfogás szerint az államadósság az nem probléma, hanem ellenség. Úgyhogy mi minden rendelkezésre álló pénzt, ha van 1 milliárd eurónk, azt is, azt az államadósság csökkentésére használjuk. A nemzeti össztermékünk 81%-a körül van az államadósságunk. A jövő héten fogjuk bejelenteni, hogy azt a valahova 77%-ra fogjuk csökkenteni egy lépésben. Úgyhogy július 1-ében 81% helyett valahol 77% környékén lesz a magyar államadóság. Ezért is van Magyarországon most olyan sok demonstráció, meg tüntetés, mert az, hogy az államadóságot meg lehessen fékezni, minden olyan tényezőt ki kell iktatni, ami újra termeli az államadóságot. Ezért nem tudunk fizetni segélyeket, csak közmunkabért tudunk fizetni. Nem tudjuk lehetővé tenni, hogy életerős emberek a nyugdíjkortár előtt elmenjenek nyugdíjba, hiába is szeretnénk, ez lehetetlen. Ezért minden olyan dolgot, ami újra termelni az államadóságot, az újra szervezzük. Ha sikerül, akkor átérünk a túlsó partra. Ha nem, akkor nagy baj van. A két miniszterelnök a sajtótájékoztató után bemutatta a Liszt Ferenc emlékév alkalmából kibocsátott magyar-szerb emlékbélyeget. Az 50 dináros nemzetközi forgalomban használt bélyeget 46 ezer példányban bocsátják ki. Orbán Viktor ezt követően zárt ajtók mögött fogadta Boris Tadic államfő is, erről már csak közleményben tájékoztatták a sajtót. A tárgyalásokon szóba került a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal korszerűsítésének szükségessége is, ehhez a nemzetközi finanszírozási lehetőségeket is felkutatják. A magyar miniszterelnök és a szerb elnök egybehangzó minősítése szerint komoly előrelépések történtek az egymás kisebbségeinek megbecsülése és védelme terén, áll a közleményben.